kilalagon a labda. Budai egy cselet csinál, aztán Kocsisnak adja, Kocsisnak azon elválasztják a labdától, szerencsére ott van Bozsik Zakariás, az újra Bozsik a labda útja, aztán Hidekuti, Hidekuti egy cselet csinál, most lőj a gól! Hidekuti 16 méteres lövése, a jobb felső sarokba száll. Hallgatóim, 1-0 az eredmény Magyarország csapata javára az első félidő első percében. Éppen 60 esztendeje rendezték meg Londonban az évszázad meccsét, melyen az addig 90 évig veretlen angol labdarúgó válogatottat 6-3 arányban győzte le a magyar aranycsapat. Erről emlékeztek meg a héten előadással, filmvetítésekkel és vetélkedővel a Sey János gimnáziumban. Egy éve számoljuk vissza ezt az időt, hiszen már tavaly tudtuk, hogy szeretnénk ezt a rendezvényt megcsinálni, hiszen idén van 60 éve annak, hogy lezajlott az évszázad mérkőzése Londonban, és így összefogtunk a testnevelő szakos kollégákkal, és mivel hogy fociról van szó, és történelemről is, így összeállítottunk egy olyan műsort a mai napra, hogy a gyerekek lássák, milyen is volt az akkori magyar foci. Ehhez most sajnálatosképpen hozzájárult az is, hogy ugye a magyar válogatott hogy szerepelt ősszel, tehát ez még jobban kidomborítja az emlékezést, de ettől függetlenül szerveztük meg. Gyuránka István kollégával, aki egyrészt megszervezte a sport oldalát, hiszen a mai nap folyamán a Szent István gimnáziumból volt itt egy csapat, emlékmérkőzést játszottak a sportcsarnokban, a Szent István gimnázium nekünk testvériskolánk. Egyúttal pedig ők is szerepelni fognak majd a vetélkedőben, hiszen a mai nap folyamán záróaktusként egy vetélkedő lesz, hogy ki tud többet az aranycsapatról, annak tagjairól. Egy stílusosan 60 kérdésből álló tesztet kell írásban kitölteniük. Hát a mai diákok nem sokat tudnak az akkori viszonyokról. Hát, ha azt mondanánk, hogy a legutolsó VB szereplésünkről is keveset tudnak, de az 1954-es mindenképpen meghatározó. Tehát nem egyszerűen csak fociról van szó. Többek között arról is, hogy abban a rendszerben mit jelentett focizni, vagy foci meccsre kijárni, vagy éppenséggel mit jelentett a politikában egy labdarúgó csapatnak a támogatása. De nem csak az, hogy most jól játszottunk, vagy éppen rosszul játszottunk, elveszítettünk, vagy nyertünk egy mérkőzést, hanem az, hogy milyen emberi magatartásuk volt. Ennek köszönhetően például kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek megismerjék Puskásnak azt az oldalát is, például Puskásról van szó, ami nem csak a játékról szólt, hanem az emberi oldaláról. Ennek köszönhetően vetítünk le ma az aulában egy filmet, ugye ez a Puskás Hungary, egy nagyon jó rendezés alatt. Ezen kívül, hogyha valaki nem ezt a filmet akarja megnézni, akkor megnézheti magát a mérkőzést is. Felhívtuk a diákok figyelmét, hogy tessék sietni, mert már az első percben nagy esemény van. És hát, hogyha a lányokról van szó, akik mondjuk talán a foci meccset se akarják nézni, nem érdekli őket, mondjuk Puskás Ferenc, akkor egy játékfilmmel is szolgálhatunk. Ez a régi idők focia, a 20-as években kalauzol el minket egyfajta burleszk-szerű film formájában. Amire nem jut idő nagyon a történelem órákon, hiszen örülünk, hogyha a második világháború utáni eseményeket sikerül átvenni egyáltalán. Itt talán fogódzót nyújthat a film is. Tehát az, amivel inkább odafigyel a diák, mint az órai anyagban a tanári magyarázatnál. Ezt is szolgálhatja ez a mai nap. Zakariás azonban helyre jó játék, beletette a lábát a labda útjába, és már is a tövé. Zakariás előre tör most az angol térfére, átvágja keresztben a másik oldalra Hidekutinak a labdát Puskási. Puskás a 16-oson van, ketten állnak, mellette vissza Hidekutinak, Hidekuti